Táncos beszélgetéssel folytatjuk. Na persze nem fogunk táncolni a beszélgetés közben, maximum fejben. Isteni szerencse. Viszont Bujáki Anett és Oszlánszky Patrik táncol majd, de csak a beszélgetés után. Ők azok a megyebeli táncosok, akik szenzációs sikert értek el a Fölszállott a Páva című tehetségkutató műsorban. Méghozzá döntők döntőjében. Sziasztok! Gratulálunk először is, hát nagyon ügyesek voltatok. De mielőtt a döntőről beszélnénk, egy picit meséljetek, hogy egyáltalán hogyan kerültetek bele ebbe a műsorba, a legelső részekre gondolok. Hát igazából mi a Fölszállott a Páva című műsort a Gyerekpávával ismerkedtünk meg velük, hiszen hál' Istennek volt az iskolánknak két tehetséges táncosa, aki ugyanúgy elkerült ebbe a Fölszállott a Páva című műsorba, és ugyebár megtudtuk, hogy lesz felnőtt, és tavaly, 2007-ben pontosabban, mi is megpróbáltuk ugyanezt véghez vinni. Ugye szerencsénk is volt, vagyis eljutottunk az elődöntőig, de ugyebár 2017-ben az elődöntő után kiestünk. Igen, és akkor a döntők döntőjébe hogy kerültetek végül be? Visszahívtak benneteket nyilván. Igen, hát igazából úgy volt, hogy az 5 év legjobbjait hívták vissza. Szerencsére minket is visszahívtak, úgyhogy nagyon örültünk neki, kicsit meg is lepődtünk rajta, mert többnyire, főleg a szólisták közül, ott már mindenki nyert valamikor, mindenki eljutott a döntőig, és így még jobban örültünk neki, hogy minket visszahívtak úgy, hogy mi csak az elődöntőig jutottunk el. Mi játszódik le ilyenkor a fejetekbe, amikor megkapjátok a meghívást, hogy na akkor gyertek ti is, hogy nem nyertetek az előzőben, most mégis meghívnak minket. Ilyenkor mire gondoltatok? Azon kívül nyilván, hogy nagyon meglepődtetek. Hatalmas nagy öröm volt bennünk, és megtiszteltetés az, hogy tényleg gondoltak ránk, és úgymond ugye a legjobbak között lehetünk. Hát nagyon örültünk, vagyis én mikor meghallottam, amikor Andóni Kujbus Nóra felkészítő tanárunk felhívott minket, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy élünk-e vele. Hát persze, hogy élünk, igen, és nem hittük el egyszerűen Patrikkal, hogy van egy ilyen lehetőségünk, és persze, hát éltünk vele, és elfogadtuk a meghívást. Úgyhogy hatalmas egy megtiszteltetés. Igen. Mennyire gondoltátok magatokat esélyesnek egy ilyen meghívás után? Hát az elején úgy indultunk neki, hogy ugye, ahogy Anett is mondta, hogy nagy megtiszteltetés volt ez az egész, hogy minket visszahívtak, és lesz, ami lesz. Nagyon bíztunk a közönségbe, főleg Szabolcs megyébe, hogy elég erős ez a megye. Ugye hallottunk már több celebet is, aki innen Szabolcs megyéből kikerült. Én nagyon bíztunk benne, hogy Szabolcs megye, illetve a két város, ahol Anett is, vagy falu, ahol Anett is, meg én is lakok, így össze fognak fogni. Meg is lepődtünk az elődöntőn, hogy tovább jutottunk. Igazából abban a pillanatban sokan kérdezték tőlünk, hogy miért nem mosolyogtam például én, hát mert egyszerűen nem tudtam felfogni. Nem tudtátok elni. Igen, kicsit érdekes volt nálam az öröm, hogy nem az volt, hogy majd kiugrottam a bőrömből, hanem nem tudtam felfogni, hogy mégis milyen, mert ugyebár egy ilyen kicsit tévés vetékedőbe is ott lenni szólista párosként nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy feladat volt, amit hál' Istennek úgy gondoljuk, hogy jól teljesítettünk. Hát ezek szerint igen. Igen. És hogyan készültetek, miután ugye az elődöntőn is túl voltatok? Volt-e valami plusz, amit a felkészülés során csináltatok? Találtatok-e ki új elemet esetleg a táncba, vagy van már régi megszokott koreográfia, amit tökéletesítettetek? Hát annyit kell tudni rólunk, hogy mi általában mindig improvizálunk, főleg versenyeken is, tehát nálunk nem kötött formát van, hanem általában mindig más táncolunk. Szabad tánc. Igen, ugye ez az egyik hivatásunk is, hogy arra próbáljuk a gyerekeket is inspirálni, hogy minél jobban tudjanak improvizálni a színpadon, hiszen akkor jelenik meg igazából a gyerekbe is, meg ahogy nálunk is, hogy kinek milyen az egyénisége. Maga a koncepció az megvolt mind a három táncnál, hogy mégis milyen felépítésben legyen, igen, illetve mit, igen, és mit ne hagyjunk ki belőle, de próbáltunk minél jobban azt a képet mutatni, hogy improvizáljunk. Igazából a tévések ezt nem nagyon szerették, mert sose tudták a fényeket beállítani, meg ezeket a dolgokat, hogy mi mikor, hol vagyunk. De hál' Istennek jól sikerült. Ők így jártak, ti meg jól jártatok. Meg így van. Igen, én közben kinéztem az operatőrökre, bőszem bólogattak, és szinte hallottam a fejembe a vezérlőből is, hogy igen, valóban. Igaz, hogy... És milyen volt a zsűri? Arról meséljetek még egy picit.
Hát igazából ugye 5 tagú zsűri volt a Főszállott a Páó című műsorba. Kaptunk hideget-meleget, előtte és utána is, akár az elődöntő, középdöntő vagy döntő előtt, utána, közben folyamatosan. Ugye annyit tudni kell erről az egész szakmáról, hogy mi elmehetünk bármilyen versenyre, mindig annak az öt vagy annak az adott zsűri számnak kell megfelelni, aki ott van. És ugye az az 5 embernek, hogyha nem egyöntetően tetszik, vagy az 5-ből csak 4-nek tetszik, vagy 3-nak, ugye abból vita van. Ez érthető, úgy gondolom, hogy ez minden más szakmában is így van. Mi próbáltuk úgy csinálni a dolgokat, hogy mindenkinek próbáltunk megfelelni. Nem beszélve arról, hogy azt tartottuk legfontosabbnak, hogy magunknak feleljünk meg, nem annak az 5 embernek. Ugyebár annak is meg kell felelni, de ha már magunknak megfeleltünk, akkor már azt gondoltuk, meg úgy is van szerintem, hogy akkor már egyszerűbb és jobb ezt a dolgot csinálni a színpadon, ezt a táncot. A döntő után, talán a döntő után volt az egy dolog, mikor utána nem hallottunk se jót, se rosszat, csak mindenki gratulál. Csak a gratuláció. Igen. Úgyhogy szakmailag nem mondott senki semmit. Lehet, hogy még így nekünk jobb is. Szokták volt mondani, hogy a nincs hír jó hír. Akkor igen, ez az esetetekben tényleg igen, így igaz. Na még egy picit arról beszéljetek, hogy amikor ott álltatok a többi versenyzővel a színpadon az utolsó pillanatban, mikor kiderült, hogy végül ki fogja nyerni a ti kategóriátokat, akkor mi fordult meg a fejetekben, mi játszódott le bennetek? Igazából szerintem nekem is és Patriknak is, ugye a Rejtett Kincsek Damkóros Egyesületet támogattuk ugye nyereménnyel, és nekem a gyerekek volt, vagy a gyerekek voltak előttem, hogy igen, értük, szeretnénk megnyerni. Nem csak értük nyilvánvalóan, de az, hogy segíthetünk, mert mi a Fridenz Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozunk pedasszisztensként, és nekünk mindig is a gyerekek voltak az elsők, igen, nekem is, és Patriknak is. És nekem az volt a szemem előtt, hogy Istenem, igen, nyerjük meg, és igen, és támogassuk őket, és segítsünk nekik. Úgyhogy nekem, míg fent voltunk a színpadon, én ezért szorítottam magunkért, hogy igenis értük, nyerjünk. Hát igen. Én konkrétan libabőrös lettem most, egy ahogy ezeket elmondtad. Igen. Annyit kell tudni erről az egészről, hogy a középdöntőben, mikor bejutottunk, és ugye tovább jutottunk a döntőbe, akkor nekünk az volt az első szempont a középdöntőben, hogy teljesen mindegy, jussunk el a döntőig, ott, hogy mi lesz, majd kiderül. De mikor folyamatosan készültünk fel a döntőre, illetve találkoztunk ezekkel a gyerekekkel, nagyon nagy motiváció volt számunkra, igen, de mikor letáncoltuk a döntőben a táncot, és láttuk, hogy 50-50% volt, ugye mutatták a tévébe, hogy áll a szavazás, na akkor jött a para, akkor jött elő mindenkinek a telefon, össze-vissza telefonálgottunk, hogy még a végső... Szavazzatok, igen, és ugye hál' Istennek sikerült, és annak örültünk a legjobban, hogy nagyon jó helyre fog kerülni, azt gondolom ez a pénz, amit mi megnyertünk. Mi konkrétan, mikor elindultunk tavaly, tehát 2017-ben ezen a Főszállott a Pálmán, nekünk nem az volt az első cél, hogy mi pénzt nyerjünk, hanem minél több tapasztalatot nyerjünk, illetve szakmaiságot, hogy megismerjen a szakma, a néptáncvilág, hogy itt Szabolcs megyében is van 2 olyan táncos, aki esetleg tud bizonyítani. Erre jött ugye az, hogy fel tudtuk ajánlani a donkoros gyerekeknek ezt a pénzt, az nyomott rajtunk egy pluszt, és úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek a jelenléte végig a tánc közben ott volt bennünk. Igen. Na hát ezek gyönyörű szép végszavak voltak szerintem. Igen. Hát gratulálunk nektek még egyszer, tényleg szuperek voltatok, és itt nekünk a második részben fogtok is táncolni.